Egy különleges műtétről számolt be rádiónknak dr. Karosi Tamás, a Borsodabói Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályának vezető főorvosa. Egy 8 esztendős kislány nyakon elhelyezkedő érdaganatát operálták meg. A riporter Sós András. Alapvetően egy rendkívül ritka esetet láttunk el, és egy rendkívül ritka műtétet végeztünk el. Egy egészen más megyéből érkező 8 éves kislánynak a nyakon elhelyezkedő érdaganatát operáltuk meg. Maga az eset azért is különleges, mert ebben az életkorban ezek a típusú érdaganatok gyakorlatilag alig fordulnak elő. Előfordulási gyakoriságú körülbelül 1 a 100 000-hez. A daganat mérete is különlegessé tette az esetet, ugyanis 8x6x3 cm-es volt, befogta az agyi fővelőeret körkörösen, illetve az agyat ellátó, közvetlenül vérrel ellátó úgynevezett artériakarotis internát is. Több intézményben járt a gyermek, beleértve klinikákat is, igazából sehol nem vállalták el az eset megoldását. Mi pedig itt a gondos mérlegelés után a gyermekanesteziológiai osztállyal, illetve az intervencionális radiológiai osztállyal együttműködve egy nagyon pontos műtéti tervet, szinte órára persze pontosan beállított műtéti tervet állítottunk fel, tehát egy interdisziplináris, igazából társszakmák közötti nagyon-nagyon pontos együttműködést végeztünk. Említette, hogy Magyarországon egyetlen kórházban sem vállalták ezt a műtétet, csak itt a Borsodabói Zemplén megyei kórházban is az ön tímje vállalkozott erre a műtétre. Ez azt jelenti, hogy a kislány meghalt volna? Gyakorlatilag a kislány fél éve már nem járt iskolában, magántanuló volt, ugyanis ez az érdaganat egyik pillanatra a másikra elzárhatja az agyi fülverőeret, ami gyakorlatilag a fél agyfélteke elhalásával járhat. Másik oldalról pedig elég egy ütés, egy rosszul eltalált labda, megreped a daganat, és potenciálisan életveszélyes vérzés jelentkezik. Nehéz ilyet mondani, de ahogy telik múlik az idő, valóban ez lett volna a betegségnek a végkimenetele. Megszakítottam önt, ott hagytuk abba, hogy felállították azt az orvosi tímet, amely elvégezte a műtétet, akkor folytassuk talán innen. Tehát a műtétnek az első legfontosabb eleme a daganat vérellátásának lehetőség szerinti csökkentése. Ennek az egyik eszköze az artériás katéteren keresztül felvezetett szövetragasztónak a befecskendezése, illetve különböző kis dróthurkoknak a felhelyezése, amivel el lehet érni azt, hogy a daganat vérellátása csökkenjen a műtétre, és innentől kezdve, egyébként ez a beavatkozás ez teljesen sikeres volt, innentől kezdve körülbelül 5 napja van a műtéti tímnek arra, hogy elvégezze a műtétet, ugyanis a daganat olyan bőséges vérellátással rendelkezik, hogy úgymond újra visszanyeri a vérellátását, revaszkularizálódik, tehát kifutunk abból az időintervallumból, ami a műtét elvégzéséhez szükséges. Mi a 4. napon végeztük el a műtétet. A műtét ilyen méretű daganatoknál, mind a mellett, hogy egyáltalán nem rutin műtét, teljesen kiszámíthatatlan hosszúságú, 110 perc alatt végeztük el, ami azt gondolom, hogy egy rendkívül jó időnek, műtét időnek számít, hiszen a beteg posztoperatív gyógyulása, felépülése és sok minden szempontot egybevéve a lehető legrövidebb műtéti időtartam a legkedvezőbb. Sikerült a daganatot teljes egészében eltávolítani, illetve megkímelni az agyi verőereket. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy rossz mozdulat és olyan vérzést kapunk, amely gyakorlatilag elláthatatlan, vagy a beteg elvérzésével, vagy pedig nagyon súlyos agyi károsodással és maradványtünetekkel, tehát ideggyógyászati maradványtünetekkel járhat. Milyen felkészültségű orvosi tím kell ehhez a különleges műtéthez, hiszen számtalan kiválóbbnál kiválóbb szakember dolgozik még az országban, de ezek szerint itt vannak a legkiválóbbak. Hát ezt nem feltétlenül jelenteném ki. Két részre kell osztani a dolgot. Egyik oldalról kell egy, mint említettem, egy csapatmunka. Tehát egyik oldalról szükséges egy nagyon-nagyon profi intervencionális radiológus, Lázár István főorvos úr személyében adva van, nemzetközi hírű radiológus. Kell hozzá egy nagyon felkészült anesteziológiai tím, illetve egy sebész tím is, aki ismeri a saját korlátait. Én ezeknek a daganatoknak a sebészetével
részben bostoni, részben glasgowi tanulmányutakon ismerkedtem meg, és ez volt a harmadik ilyen műtétem. Ez viszonylag kevésnek számít, de hála a Jóistennek ezekből a daganatokból nagyon kevés van. Tehát három ilyen műtét az a valóságban mégiscsak sok. Tehát kell hozzá egy nagyon komoly felkészültség, egy nagyon komoly sebészi felkészültség is, gyakorlat is a fejnyaksebészetben, de még egyszer mondom, hangsúlyozom a team munka fontosságát és az együttműködést, mert enélkül gyakorlatilag egy ilyen műtét nem jöhetett volna létre. És hát most ott tartunk, hogy a 8. napon járunk, tehát a gyermek, illetve az édesanyja már nincsen az osztályunkon. 8 nap alatt és hogy már otthon vannak. Rehabilitálódott igen, a gyerek, hogy igen, már otthon lehet? Igen, igen. Milyen kilátásai vannak a kicsinek a jövőre, hiszen hallottunk már olyat, de Isten ments, hogy előforduljon, hogy visszatér a daganat, vagy bármilyen más komplikáció lehet, ami a műtét kapcsán nem jelezhető előre, vagy nem volt előre látható. Magával a műtéttel kapcsolatban igazából az első 24-48 óra, ami kritikus. Innentől kezdve a műtéttel összefüggő komplikáció már nem várható. A daganat kiújulására abban az esetben van esély, hogyha egy bizonyos szövettani alcsoportba tartozik maga a daganat, de még egyszer mondom, radikális eltávolításra törekedtünk, amely sikeres is volt, várjuk még a szövettani eredményt. A szövettani eredmény dönti el azt, hogy számolhatunk-e esetleg kiújulással vagy sem, de tekintettel arra, hogy egy viszonylag lassan növekvő, óriási méretet elérő daganatról volt szó, ami egyébként nem a szülők hibájából nem került időben ellátásra, hanem gyakorlatilag az orvosi, általános orvosi visszautasítás, elutasítás miatt. Ebből arra tudok következtetni, hogy benignus, tehát jóindulatú daganatról van szó valójában, amelynek a kiújulási esélye az egyenlő a nullával, tehát hogyha Jóisten is úgy akarja, és minden egybevág, akkor gyakorlatilag ez a gyermek meggyógyult, és igazából az ő lelki rehabilitációja lesz nagyon-nagyon fontos, hiszen, még egyszer mondom, egy 8 éves kislánynak ezzel együtt élni, hogy esetleg társai, vagy pedagógusok, vagy orvosok direkt neki, vagy a szülők előtt elmondják azt, hogy ő bármikor meghalhat, és mindemellett nem járhat iskolába, nem játszhat gyerekekkel, nem érhet teljes életet, azért nagyon komoly pszichés zavar. Tehát ezt kell belőle kiplántálni, és természetesen szoros kontroll alatt tartva ebben igyekszünk neki segíteni. Milyen utasításokat kell betartani annak, aki egy ilyen műtéten átesik? Ugye egy fiatal kislányról van szó, aki agilis végre elkezdhet játszani, sportolni, nem tudom, különböző sportokat. Tehát van-e valamilyen veszélye annak, hogy a későbbiek folyamán ő bármilyen módon is sérülhet, ami majd befolyásolja az egészségi állapotát? Mármint a daganatra utalva. Hát a legfontosabb utasítás, hogy vissza a régi kerékvágásba. Tehát mindent ugyanúgy, mint ahogy egy 8 éves gyerek futkározni, sportolni, játszani, és elfelejteni ezt az egész tortúrát, amin keresztül ment. Várható-e, hogy a Borsod-Abaúj Zemplén megyei kórház fülorgége és fejnyaksebészeti osztályán hasonló kategóriájú műtéteket most már el tudnak végezni még nagyobb biztonsággal, még inkább reményt adva azoknak az embereknek, akiket más intézményekben nem tudnának megműteni? Én azt gondolom, hogy igen. Amikor idejöttem erre az osztályra, és rám bízták az osztályvezetését, akkor nem titkolt célom volt az, hogy végvárból egy kis túlzással, és tényleg ne vegyék szerénytelenségnek, egy fellegvárat építsek. Azután, a műtét után is, amire talán a hallgatók még emlékeznek, ami másfél évvel ezelőtt történt, egy nyelőcső felhúzásos műtét. Egyébként mondom csak, hogy a beteg jól van azóta, és jár kontrollra. És ennek volt egy média visszhangja is. Gyakorlatilag az ország minden részéről érkeznek bonyolultabbnál bonyolultabb esetek, amely egyrészt megtiszteltetés számunkra, nagyon fontos a betegek belénk vetett bizalma, másrészt pedig folyamatos szakmai kihívásokat jelent. Ezeknek a szakmai kihívásoknak úgy gondolom, hogy meg tudunk mindenben felelni. Egyrészt megvannak hozzá a személyi feltételeink is, megvan hozzá az infrastruktúrája mind az osztálynak, mind pedig a kórháznak. Felszereltséget tekintve sok esetben klinikáknál is felszereltebb az osztály. Nem utolsó sorban
a stratégiailag fontos társszakmákkal való együttműködésünk olyan kiváló, hogy lényegében amely betegség, fejnyeksebészeti betegség operálható, azt meg tudjuk operálni, illetve el tudjuk látni. A Borsodabói Zemplén megyei kórház fülörgége és fejnyaksebészeti osztályának osztályvezető főorvosával, dr. Karosi Tamással beszélgettünk. A főorvos úr egy különleges, mondhatni egyedülálló műtétről számolt be a hallgatóinknak. Köszönjük szépen!